Sziasztok! Én újra itt vagyok, és arra gondoltam, hogy pontosan itt van az ideje, hogy elkészítsünk egy nagyon finom ünnepi desszertet. Nagyon ritkán készítjük ezt a süteményt, készülhet természetesen húsvétkor, de én azt gondolom, hogy nem maradhat el egyetlen egy olyan karácsonyi vacsora, hogy ne legyen az asztalon ez a sütemény. És ez nem más, mint a bejgli. Én most mind a két verziót el fogom készíteni, amit mi úgy hívunk, hogy a klasszikus karácsonyi bejglik, a dióst is, meg a mákost is. Mutatom, hogy én hogy készítem. A bejgli nagyon sok alkatrészből áll, éppen ezért én úgy döntöttem, hogy a lehető legtöbb hozzátartozó nyersanyagot én kimértem. Elsőnek a töltelékeket fogom elkészíteni, a töltelékből is először a dióst. A dióshoz először összevágok egy kis diót, azt is ide nagyjából én kimértem, amiből visszaveszek egy pár darabot, annak is majd eljön az ideje, hogy mire fogom használni. Ezeket a szép kis diókat pedig így összevágom. Erre azért van szükség, hogy tulajdonképpen daráldióból fog készülni maga a töltelék, viszont amikor majd a bejgli elkészül és enni fogunk belőle, nagyon-nagyon finom lesz így ráharapni ezekre a nagyobb sült diódarabokra. Alapvetően mind a kettő tölteléknek van egy folyadékigénye, amit én jelen esetben borral fogok megoldani, és azt kismérem, hogy mennyi kell hozzá. Kimérem hozzá a cukrot. A kimért borba bele is öntöm a kimért cukrot, beleteszem a mazsolát, teszek bele fűszert is, ami jelen esetben egy boltba kapható mézes kalács fűszerkeverék. Ez nagyon jól áll egyébként a bejglinek majd. Teszek bele egy kanál lekvárt, meg a kihagyhatatlan vaníliás cukrot, és az egészet felforralom. A daráldiót össze fogom keverni édes morzsával. Ez szintén egy kereskedelembe kapható édes morzsa, konkrétan egy keksz morzsa. Ezt összekeverem, hozzáadom a vágott diót is, felforrt a fűszeres boralap, és hozzá fogom tenni a bekevert daráldiót. Ki fogom venni egy tálkába, hogy minél hamarabb hűljön ki. Ilyen szépen elkészült, ezt letakarom fóliával, és félre fogom tenni, hogy kihűljön. Most pedig készítem a mákos tölteléket. A tematika ugyanaz, kimérem a bort. A kimért borba beleteszem a cukrot, kandírozott narancshéjat, narancslekvárt, és persze a finom vaníliás cukor. Felforralom a boros alapot. A darált mákot ugyanúgy összekeverem, mint a dió esetében, az édes morzsával. Felforrt a boros alap, és mehet bele a mákkeverék. Elkészült a máktöltelék is, amit szintén átszedek egy kis porcelánba, hogy ebbe hűljön ki, ne pedig a forró edényébe. A következő nagy lépés, hogy elkészítjük magát a tésztát. Elsőnek felütök kettő tojást, a tésztához kizárólagosan a sárgáját fogom használni, illetve kimérem a porcukrot. A kimért cukorból csak egy picikét rakok a tejbe, belemorzsolok élesztőt, és hozzáadom a tojást is, illetve a tojás sárgáját. Ezt elkeverem. Ezt picit félreteszem. Én a tésztát ezzel a géppel fogom elkészíteni, részint azért, mert imádom, a másik pedig, hogy sokkal biztonságosabb és egyszerűbb a tésztának az összeállítása. Nagyon lényeges, hogy amikor készül a tészta, akkor nehogy felmelegedjen benne a vaj. Ezért is van jelenleg még hűtőben a vaj, meg a libazsír is, és most ahhoz, hogy elinduljak, a lisztet beleöntöm ide a tálba. Hozzáadom a kimért porcukrot, ezt összekeverem. A hideg vajat belemártom a lisztbe, és elkezdem reszelni. És megint belemártom, meg közben keverem is vele a lisztet, és teszem ezt addig, amíg van a vajból. Tulajdonképpen most jön az a rész, amikor kézzel a belereszelt vajat a liszttel össze kéne morzsolni, és én, ahogy mondtam, szeretem használni hozzá ezt a gépet, és ezzel fogom megtenni. Tökéletesen összedolgozta a gép, most pedig mehet bele a libazsír. Viszont most fejet cserélek, most már csak hozzá kell, hogy adjam ezt a teljes élesztős tojásos alapot, és megint elindítom. És ezt még így átgyúrom, már leginkább a formázás miatt. Lemérem a tésztát, hogy pontosan ketté tudjam választani. Gyönyörű lett a tészta, le fogom fóliázni őket,
beteszem a hűtőbe, mert nagyon fontos, hogy áthűljenek, mert úgy tudom szépen kinyújtani majd. Mielőtt betenném a hűtőbe, egy picikét megformázom még így fóliásan őket, és ezt teszem azért, mert amikor majd átült, akkor sokkal könnyebben fog abba az irányba menni, amerre én szeretném. Ennyi, mehetnek a hűtőbe. Nagyon izgalmas rész következik. Hozom az első tésztát a hűtőből. Kb. Egy órát lehetett bent, kellően átült ahhoz, hogy tudjuk nyújtani. Kicsomagolom, megszórom liszttel a deszkát, és jön a nyújtás. Igyekezzünk szép, szabályos téglalapot nyújtani, arra való törekvéssel, hogy szép formája legyen a beiglingnek. Megint szórok egy pici lisztet alá, mert azt vettem észre, hogy nem tud nyúlni, mert hogy letapad. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ilyen 2-3 mm vastag a tészta, és most az a rész következik, hogy a tökéletesen kihűlt dió tölteléket pedig szétadagolom rajta. És most az a rész jön, hogy szétterítem egyenlő vastagságba. Ide készítettem egy pici vizet, hogy jobban el tudjam teríteni, hogy ne tapadjon erre az eszközre rá a diókrém. Most jön az a rész, hogy előkészítem a feltekerésre, úgyhogy itt ezt a szélét így felhajtom, másik szélét is felhajtom, és akkor jön egy nagyon izgis rész, nekem van egy ilyen varázspálcám, ettől lesz jó a beigli, és erre fogom és így rátekerem a tésztát először, azt láttátok, hogy egy pici tésztát üresen hagytam, innen pedig szépen magától működik az egész, úgyhogy tulajdonképpen csak tolom, nem fogom meg, hogy ne nyomjam meg a fellágyult tésztát. Kész az első beiglink, szépen kitekerjük belőle ezt a varázspálcát. Még annyi dolgom van, hogy megjelölöm egy kicsi dióval, amit ide csak bedugok ezen a légzőnyíláson, hogy majd a végén ne keverjük össze, hogy ez milyen. És most szépen átteszem erre a kipapírozott tepsire. És amíg készítem a mákost, beteszem a hűtőbe, hogy ne melegedjen fel. És egyúttal hozom a mákosnak is a tésztáját. Kicsomagolom, és minden ugyanúgy fog történni, mint a diós beigli esetében. A varázspálcának a helyén tulajdonképpen viszonylag hosszú ideig megmarad egy ilyen kis nyílás. A másik, ami sokkal fontosabb, hogy amikor majd kiveszem ezt a pálcát, lesz a helyén egy olyan rés, egy nyílás, amin sütés alkalmával távozik a gőz. Szerintem ez is nagyon csinos lett. Kiveszem a hűtőből a tesóját, és mellé teszem. Ketté választom a tojást, mind a kettőre szükség lesz. Először a sárgájával fogom lekenni. Én most ezt viszem a hűtőszekrénybe, kb. Egy órára, és utána megint lekenem egyszer még egyszer a sárgájával. Miután már kétszer lekentem a tojás sárgájával, ugye ti sem felejtitek el, most jön az, hogy lekenem a tojás fehérjével. Igazából nem felvert tojás fehérje kell hozzá, csak én nem szeretem azt, amikor a tojás fehérje így nem kenhető rendesen, úgyhogy egy egészen picikét fellazítom a fehérjét, ennyi történt, és lekenem vele. És akkor jön az, hogy megszurkálom. Én ezt grillezéshez szoktam használni, viszont most nagyon-nagyon jó lesz, és egy ilyen határozottan megszúrom, úgyhogy át is szúrjam a tésztát teljesen, és ugyanezt megcsinálom a másiknál is. És még ugye van egy lényeges dolog, részint, hogy szépen dekoráljuk, meg hogy a továbbiakban is megkülönböztessük, hogy melyik a diós, melyik a mákos, és akkor a dióst úgy fogom megdekorálni, hogy félretettem ilyen szép féldiókat, és bele is fog ragadni a tojás fehérjétől. És fogok egy kis mákot, ami nem darált mák, azzal pedig így megszórom így a tetejét. Tulajdonképpen sütésre kész vagyunk. Viszont miután egészen idáig hűtőben töltötte az idejét a tészta, vissza kell, hogy melegedjen szobahőmérsékletre. Úgyhogy most megkeresem a stúdiónk legmelegebb helyszínét, és oda elviszem. Jól kipihenték magukat a beiglik, kb. 2 óra hosszát voltak a konyhában, addig én pedig bekapcsoltam a sütőt, és most beteszem őket sütni. Elkészültek a beiglik, veszem is ki a sütőből. Szerintem gyönyörűek lettek a beiglik, nagyon szép márványos, szép színe van,
itt az oldalán van egy pici kerepedés, meg itt is. Egy egész picike mind a kettőnek az oldalán. Erre nincs valódi igazolt bizonyíték, hogy miért reped meg a bejgli. Viszont nekem van egy megoldásom. Mindenféleképpen be szoktam csomagolni, hogy egy csomagolásba hűljön ki. Konkrétan egy alufóliába fogom betekerni, és csak másnap lehet felszeletelni. És ez a csomagolás nagyon jótékonyan hat majd a bejglinek a szerkezetére, és ezek a pici kis repedések meg abszolút el fognak tűnni. Szerintem itt az idő, hogy felvágjuk a bejgliket, és megnézzük, hogy belül is olyan szépe, mint kívül. Mert egyébként nézzétek meg, szerintem kívülről nagyon szép lett. Hát így készítem én a bejglit, mákosan, meg diósan. Bizonyára láttátok, hogy rengeteg mazsola van benne, és azt is tudom, hogy vannak mazsolafóbiások, minden további nélkül, hogyha a mazsolát nem szeretik, akkor vannak hasonló dolgok, amik illenek hozzá, apróra vágott aszaltbarack, vagy bármi más nagyon megfelel hozzá. Én azt szeretném, ha minél többen elkészítenétek, és ezzel várnátok a vendégeket, vagy ilyennel mennétek vendégségbe. Köszönöm a figyelmeteket, aki elkészíti, annak pedig jó játékot hozzá. Sziasztok! A karácsonyi receptek támogatója az Electrolux. A receptet a koronás cukor támogatta.